Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Geek Generáció, én Dante vagyok, és itt van velem Garas. Szevasztok. És ez a 11. adásunk ebben a rovadban. Attila most sajnos nem tud velünk tartani, mert nem ért rá, viszont majd remélhetőleg legközelebb már tud jönni. De igazából egyébként most jelnézve a műsortervet, akár a hallgatók bele tudnak tekinteni, ugye a leírásban mindig benne van. Most tényleg egy olyan műsortervünk van egyébként, ami tartalmas. Tehát most nem igazán van ezek között ilyen filler hír, tehát ilyen, hogy is mondjam, időhúzó hír. Nem, hát nem ennek mondanám, mert időt hát már ideje volt. Igen, tényleg minden olyan hír, ami tök jó vita téma, lehet róluk beszélni, tartalmasak, és azért rég volt ilyen, szerintem ilyen nyár vége óta nem volt ilyen. Úgyhogy ez most király lesz nagyon. És ja, hát volt nekünk itt ugye a napokban egy, ugye The Game Awards készert, azt a jelöltjét kiirdették, arról így tüzetesebben nem szeretnénk beszélni, ott van a reakció videónk, amiben megbeszéltük, hogy miről mi a véleményünk. Mindig egy korrekt listának tartom, egy-két kivétellel, de Így van, így van. Nyugodtan vissza lehet nézni azt a reakció videónkat, amiben benne van tüzetesebben minden. Viszont én azt mondanám, hogy kezdjünk bele, már csak azért is, mert mondom, nagyon izgalmas témáink vannak mára. Élből ugye, hát elrajtolt a Google Stadia, ami hát egyrészt nálunk is nagyon nagy vita téma volt itt az elmúlt adások során, így ilyen, hát így még a podcast eleje fele volt a szél, amit beszéltünk rendszeresen. Hát illetve a közönségben is eléggé nagy beszédtéma volt, mert a streaming alapvetően egy nagyon izgalmas téma. Most az más kérdés, hogy sokan ellenzik, sokan támogatják. Én személy szerint támogatom, hogy egy jól sikerült streaming legyen egy nap a legfőbb bejáratott modell. De van, aki nem, és ez így van rendben. Úgy voltunk el, hogy már a Stadia lesz az, ami eldönti. Az lesz majd a választóvonal, hogy mennyire van még, tehát mennyire van ideje ennek a technológiának. Befutottak az első vélemények, sőt már nagyon sok vélemény befutott, nagyon-nagyon sok kritikát is írtak a platformról, ami nyilván abból a szempontból nem szerencsés, hogy olvastam egy tök jó mondatot erről, hogy a Google Stadia-t értékelni első napon azért nem jó, mert gyakorlatilag ez olyan, mintha a YouTube-ot értékelnéd az első napján indulása után. Ugyanakkor ott van mellette a tény, hogy ezért pénzt kértek a Google-nél, úgyhogy igen, tehát pénzt kérni egy bétáért nem gondolom, hogy... És, tehát nem úgy béta, tehát ők ezt úgy adták el, hogy ez a kész termék, de hogy ez gyakorlatilag egy ilyen béta állapotú valami, legalábbis így a kritikák alapján. Nyilván nekünk nincsen, mert Magyarországon nem rajtolt el a Stadia, abból tanul táplálkozni, amit külföldön mondanak. Nem tudom, hogy esetleg így neked van-e így első kézből bármiféle véleményed a Stadia-ról, arra, hogy futnak a játékok, maga a platform, a szolgáltatás, így gondolkoztál magán a témán? Hát nyilván ezt még ugye beszéltük is elég sokszor. Én nagyon sokáig követtem úgy aktívan, mert érdekelt, most is érdekel. Alapvetően én is támogatom ezt az egész streaming platform dolgot. Csak hát ugye egy jól működő formátumban. És ez nem feltétlen most jött el. Tehát nem tudom, egyrészt lehet csak én érzékeltem úgy, de valahogy a megjelenés körül sem láttam azt a bármilyen szinten is esemény jelleget, hogy hű, na most jön ki a Google Stadia, így készülgetnek rá az emberek, hogy bármi. Nem, kijött, és így konkrétan elmondták, hogy hát ez így ebben a formában szar. Hát így, amennyit ugye tudok róla, nyilván én is csak tesztekből, meg kritikákból tudok gazdálkodni, nem saját tapasztalatból, de ugye elvileg még kifejezetten jó net mellett is megröccennek a játékok, rosszabb netnél meg gyakorlatilag használhatatlan, ott élvezhetetlen. Viszonylag drága is. Elég. Az árazás, az kegyetlen. Igen. Hát eleve ez önmagában még nem lenne azzal feltétlenül baj, hogy fizetsz egy bérleti díjat úgymond magára a platformra, és azon kívül megveszed a játékokat, csak hát nem ilyen árazással.
Hát szerintem már ott megbukik, hogy játékokat külön kell még venni, és nem az, amit a Netflixnél, hogy kapsz az előfizetésre cserébe Hát egy igen, könyvtárat. nyilván nem, hogy mondjam, felhasználóként nem szimpatikus. De meg tudom érteni ezt a fajta receptet is. Csak egy sokkal jobb árral, hogy mondják azt, hogy oké, meg kell vedd a játékot, de mondjuk a normál piaci árnak a 60%-áért. Én nem értek ezzel egyet. Pont azért, mert látom a Game Pass-t, ami gyakorlatilag 4000 forintért ad neked egy Xbox Live előfizetést, egy Xbox Game, vagy egy Xbox Ultimate, bocsánat, amiben benne van az Xbox Game Pass, az Xbox Live Gold, ami 4000 forint összesen, tartalmazza a komplett Game Pass csomagot, és ott van, nem kell külön fizetned a játékokért, ami benne vannak. Itt igen, nyilván. Mondom, tehát ezt úgy érteném meg, vagy úgy tartanám járható útnak, hogyha egy sokkal jobb árasított dolog lenne. Tehát egyrészt a játékok, másrészt meg, hogy azt mondják, hogy azt hiszem $10 most talán? Vannak különböző csomagok eltérő. De nem, tehát maga csak a platform. A Stadia? Abban is vannak eltérő csomagok, azt mondom, hogy van ilyen Founders. Mindegy, valamiért $10 rémlik lényegtelen, hanem azt mondják, hogy egy lényegében jelképes összeget fizesz csak a platformért, egy mit tudom, $4, egy $5. És azt mondom, hogy még lehet egy működőképes dolog, nyilván úgy lenne szimpatikus, hogy a játékok járnak, de még azt úgy el tudja az ember fogadni. Mindemellett persze, hogy tökéletesen fut. De így, hogy ahogy te is mondtad, gyakorlatilag egy beta verziót dobtak ki, ez nem csak marketing szempontból borzasztóan rossz döntés, de abszolút nem fair a felhasználókkal szemben, akik megszavazták neki a bizalmat, lényegében vakon, mert azért ez nem egy olyan dolog volt, ahol lehetett mérlegelni objektíven arról, hogy ez hogy fog elfutni. És lényegében kaptak valamit, amit igazából használni nem lehet. Tehát ki tudod próbálni, örömködsz egy fél órát, hogy na hát ez is milyen érdekes, csak az nem ér meg egy havi előfizetést, meg egy játékvásárlást. Az a baj, és én úgy gondolom, hogy azért itt a podcastek során azért úgymond át lehet érezni azt, hogy én tényleg egyik platform irányába se hajlok, attól függetlenül, hogy alapvetően Xbox van a fő platform, amin játszok, de minden platformnak látom az előnyeit, minden platform, hát nyilván szerintem abból lejön, hogy gyakorlatilag a Switch-et támogatom a leginkább úgy, hogy az nincs is a birtokomban. Azonban ennek ellenére azt kell mondjam, és megint csak a Microsoftot kell felhoznom, és tényleg semmi fanboyság nem beszél belőlem, mert szó sincs ilyesmiről. Nem csak az én véleményem, ez bárhova megyek, ezt olvasom, hogy az Project X Cloud gyakorlatilag szépen csendben elrajtolt, az gyakorlatilag még beta verzióban. Mindenhol azt olvasom, hogy elpicsázza a Stadia-t. Annyira egy működő technológiáról beszélnek az xCloud esetében, azt nem tudom, hogy tudod-e, az a Microsoftnak a saját streaming szolgáltatása. Jaj, várom, persze. Elképesztően jó dolgokat írnak róla. Ha jól tudom, jövőre lesz az, hogy teljes körülön elrajtol. Most még csak ilyen szépen lassan az Xbox Inside tagoknak tolják ki fel ezt a lehetőséget. De hogy telefonon játszhatsz Gears 5-öt, exkluzív játékokat, és azért ez egy, belegondolni is már durva. Nyilván még ki kell fornia, de az beta állapotban van, és sokkal jobbak a vélemények, sőt, csak pozitív véleményeket olvasok róla. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Microsoft eléggé alaposan megássa a Stadia sírját ezekben a pillanatokban, ha csak nem fordítanak hatalmasat a Google-nél. Igen. Igen, a másik problémám meg az, tehát igazából ez is az ára, hogy én abban láttam még elrajtolás előtt a nagy előnyét, a nagy esélyét a Stadia-nak, hogy annak megérheti, aki nem tud befektetni egy konzolra
meg játékokat vásárolni. Aki azt mondja, hogy van egy játék, ami rohadtul érdekel, akkor annyi pénzt félre tudok tenni, hogy vegyek egy havi előfizetést, és egy hónap alatt kipörgessem, teszem azt a Death Stranding-et, mert mondjuk az nagyon érdekel. De így egy racionális gondolkodású ember az hülye lenne ezt tenni, mert akkor inkább spórol fél évet, és azzal a pénzzel, amivel megvenne egy-két játékot, meg fizeti a fél éves Stadia előfizetését, megveszi a konzolt, baszki. És utána sokkal jobb árakon kapja meg a játékokat, mint ahogy a Stadia-nál kapná meg. Meg arról meg már nem is beszélve, amit még felvetettem annak, amikor beszéltünk erről, hogy mekkora ütőkártya az, hogy ugye mindannyian más platformon játszunk, te PC-n, én Xboxon, Attila PS4-es, és mekkora húzás lenne az, hogy kijön a Marvel's Avengers, és tegyük föl, kijön Stadia-ra, nem tudom, hogy ki fog jönni, most így értelennyében, de kijön Stadia-ra, és így beszéljük, hogy ez is jó lenne azért nyomni együtt, de nincsen egy közös platform. És aztán ott a Stadia, ami annyi, hogy előfizetünk rá, és már játszunk is. Semmi downtime, és nem kell várnunk. Már játszhatunk is, vihetjük. És ez egy óriási fegyvertény lenne. Igen. Csak hát nem ebben az állapotban. Ami még nagyon érdekes szerintem... Nem. Igen? Csak annyit akartam mondani, hogy igazából az a baj, hogy nem igazán látom a koncepciót a Stadia mellett. Tehát annyit látok, hogy az volt a koncepció, hogy csináljunk egy streaming platformot csak játékoknak, és dőlni fog alig. Tehát nem látom azt az extrát, amit tudna biztosítani a Stadia jelen állapotában, még akkor is, ha tökéletesen elfutna. Mert akkor is rohadt drága, és ilyen körülmények között egyszerűen nem éri meg szimplán pénzügyi szinten a Stadia-ra voksolni, még ha kiszedjük a képletből azt, hogy nem működik megfelelően, és jelen pillanatban a Stadia-nak semmilyen más előnye nincs, semmi pluszot nem tud biztosítani, mint a pénzt, ami tudna. De azt sem teszi. Tehát így abszolút az ég egy adta világot. Arra gondolsz, hogy olcsó? Igen, tehát azt mondom, hogy ha olcsó lenne, az egy fegyverténye lehetne jelen állapotában a Stadia-nak. De az hát, sincs meg. Hát jelen állapotában igen. De hogyha mondjuk egy kiforradt technológia lenne, akkor amit mondtam, azt szerintem bőven bejátszana. Szerintem ami nagyon érdekes, és a kicsit ellentmondás azzal, amit te mondasz, hogy ez tény, hogy jelen állapotában semmi nem szól a Stadia mellett. Tehát ez egy bukott platform gyakorlatilag. Ez teljes mértékben az. Így ebben a formában az. Igen, de ez ugye nyilván egy szolgáltatás, ez javulni fog idővel. Persze, csak most érted. Azért sokat számít az, hogy rajtol el valami. Hát arra meg nem is beszélve, hogy ismerik a Google-t. Mennyi technológiáját, szolgáltatását, platformját kiírta. Rengeteget. Igen, és mind olyanokat, amikben igazából mind volt bőven potenciál. Igen. Egy-kettője nagyon kár volt, és mi a garancia arra, hogy most a Stadia-t nem hagyják szarban? Én ezért mondom, hogy a Project X Cloud-nak, nehéz kimondani, sokkal nagyobb jövője van, mert mögötte áll az a Microsoft, aki... Hát, megmondom neked az őszintét, így a generáció végéhez... Dugdulj rá a mikrofont. Így a generáció végéhez közeledve, így egyre inkább érzem azt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy elbukta ezt a generációt a Microsoft, mert olyan dolgokat villantanak így a generáció végén szolgáltatások terén, hát a Game Pass az gyakorlatilag... Én nem tudnám azt mondani már egyöntetűen, hogy megnyerte ezt a generációt a Sony. És pont ezért, mert ennyire erős, mondjuk azt, hogy infrastruktúra húzódik meg az Xbox mögött, gondolok itt a Game Pass-re, a Gold-ra, az árazásra, hát az árazás az egyszerűen kegyetlen a Microsoftnál, nagyon jó. Tehát azt, hogy 4000 forintért kapsz egy Live-ot, egy Game Pass-t, és ugye az PC-n is. És épp ezért gondolom, hogy ilyen infrastruktúra miatt az xCloud sokkal nagyobb hátszeret kap, mint a Stadia esetében ott igazából van egy Google, és ennyi. És ez sem a legjobb ajánlólevél. Igen, itt gyakorlatilag az történt, hogy a Microsoft aknázta ki azt a lehetőséget, ami a Stadia-ba benne lett volna. Igen. Igen, csak tudod, azért ellentmondás az egész, mert amit az előbb akartam mondani, hogy óriási erőforrásokat mozgósít a Google.
Ugye leszerződtették Jade Raymondot múltkor, aki saját Google játékstúdiót hoz létre. A Cyberpunk is rajta lesz a Stadia-n. Vannak exkluzív Stadia játékok, vagy legalábbis lesznek. Már most is van ugye a Guild nevezetű ilyen, hát ilyen fantasy horror, gyakorlatilag ilyen kis lightos horror. És óriási pénz van ebben, úgyhogy lehet, hogy ezt nem fogják kaszálni a Google. De szerint, tehát az eléggé nagy szégyen lesz, ha a Cyberpunk megjelenésére sem sikerül ezt kipofozni. Úgyhogy ez a fél év, ez kemény lesz. Igen. Rosszul volt az időzítve, nem kellett, most nem is volt rá szükség most, nem is érdekel most igazán senkit. Legalábbis nekem nagyon úgy tűnt. És hát nincs kész. Tehát ezt le kellett volna tesztelni, még akár egy beta verziót is ki lehetett volna belőle adni, és azt mondani, hogy na, ez a beta verzió, ez ezért ennyivel olcsóbb. De nem az, hogy azt mondta, hogy ez kész van. Vigyétek, have fun. Pénzért, ez a legdurább, hogy pénzért. Tehát igen. Ezzel abszolút tudok egyet tudok érteni, hogy... És nem kevés pénzért. Igen. Ez a különbség a YouTube és egy Stadia között, hogy a YouTube-ért külön nem kellett fizetni annól, amikor elindult. Igen. Most ilyet az előbbi hasonlatokra utaltam vissza. Hát mindegy, így sikerült a Stadia rajtja. Meglátjuk, hogy alakul az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Van olyan érzésem, hogy erről fog szólni pár hétig a játékipar, hogy jönnek az update-ek, frissítések, patch-ek, javítások. Meglátjuk. Nem hiszem, hogy készen áll mondjuk azt, hogy a világ erre. Én amondó vagyok, hogy az 5G hálózatok elterjedése nyomán lesz majd az, hogy Amerikában is olyan internet hálózat lesz, ami megfelelő ehhez, mert ugye azt tudni kell, hogy mi Magyarországon úgy élünk, mint Marci hevesen internet terén. Tehát Amerikában hozzánk képest borzasztó van ez. Úgyhogy itt igazából az lesz vízválasztó, hogy ott mi a helyzet. Igen. Úgyhogy Az meg azért még nem mostanában lesz, amikor ott a net gyökeresen megváltozik. Hát figyelj, most az 5G az mondjuk úgy, hogy már látjuk az előszeleit. Hát látjuk, de figyelj, annak is ki kell építeni a hálózatát, és ott ezzel van a probléma, magával a kiépítéssel. Azt hiszem, az 3 év egyébként. Tehát akkor lesz az, hogy véglegesen átvált ki Amerikában. Hát jó, nem mindenki, de a többség 4G-ről 5G-re, és ott lesz a fő csapásvonal. Tehát ez nyilván ez hát igen, nem de... mentesíti a szádiát. Igen, ezt akartam mondani, hogy 3 év, de... A Stadia szerinted el fog vergődni 3 évet? Hát fél évig muszáj lesz, legalábbis vannak betáblázva játék megjelenések, és eléggé ciki lenne, hogy megjelenik rá a Stadia, és Cyberpunk a Stadiára, és előtte elkaszálják a platformot. Valameddig ki fognak tartani, kérdéses, hogy addig fog-e változni valami? Hát igen. Ja, hát... Meglátjuk. Szerintem mire eljut ide, az vagy az, tehát ha eljut ide, az azt jelenti, hogy kész. Kijavították, megcsinálták rendesen a szériát. Ha nem jut el ide, az azt jelenti, hogy elkaszálták a projektet. Tehát nincs más. Úgy nem fog idejönni, hogy szar az egész. Ő nem fogja megérni még a Google-nek sem. Igen. Bár fele tudja, meglátjuk. Hát nem tudom, szerintem a betonba fog állni. Ja, viszont az mindenképpen örömteli, közben a Project X Cloud meg ennyire működik így az első vélemények alapján. Majd lehet megpróbálkozok én is valamikor az elkövetkezendő hetekben bejutni a bétára. Mert engem is nagyon érdekel. Aztán meglátjuk, hogy mi a helyzet. Na, az új Assassin's Creed terén ismételtem vannak pletykák. Azért mondom, hogy ismételtem, mert húha, az igen, a pár hónapja, vagy talán egy év eleje fele merült fel pletykaként. Mindegy, valamikor korábban felmerült pletykaként, hogy az új Assassin's Creed az egy viking tematikájú alkotás lesz, ami hát ő igen, túl sok konkrétum már akkor sem volt, illetve az idei E3-on nem is mutatkozott meg a játék, viszont pontosan tudtuk, hogy idén nem lesz Assassin's Creed.
Viszont most ismételten fölreppentek pletykák, ezúttal a Daily Gaming Report jó voltából, akik tűzhöz közeli forrásokra hivatkozva mondták el, hogy igen, viking tematikájú lesz, visszatér az NPC felbérlős menedzselgetős játékmechanika, úgy, amit láttunk a Syndicate-ben, a Black Flag-ben, a Brotherhood-ban, tehát amikor el tudod küldeni a küldetésekre az embereidet. És igen, viking korszak. Ez szerint, én megmondom neked az őszintét, hogy amikor először felsejlett, hogy viking korszakban játszódhat a játék, én nem tudom, mikor vártunk utoljára egy Assassin's Creed játékot, megelőlegezem azt, hogy soha, mert tudod jó, hogy én imádom a vikinges sorozatot. És belegondolni abba, hogy azt az élményt, amit én a vikingek sorozattól kaptam, én ezt egy játékban átélhetem, és ha esetlegesen Ragnar Lodbrok és az ő korszakában fog játszódni a játék, belegondolni abba, hogy ott küzdhetek majd az oldalukon, és ezeknek a figuráknak a történeteit élhetem át videójátékban, ez engem lenyűgöz, és rettenetesen várom ezt a játékot. Elvileg Assassin's Creed Ragnarök néven fog jönni, ezt pletykálják, és hát érdekes, hogy csak next-gen konzolokra jön, tehát erre a generáció már nem, legalábbis ezt pletykálják, aztán meglátjuk. És elvileg nagy fókusz lesz az első civilizáción, ami egy ilyen, tehát ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen, mond egy ilyen technológiaiak fejlett törzs, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Van lesz benne egy ilyen kis misztikus elem is. Nem tudom, te hogy vagy ezzel a vikinges Assassin's Creed témával? Hát fenntartásokkal. Ajaj. Alapvetően az, hogy egy viking korban játszódó Assassin's Creed, az úgy izgalmas, még úgy is, hogy én nem néztem, és nem is nézem jelen pillanatban sem a vikingeket. De attól függetlenül a korszak az mindig nagyon érdekelt. Imádom a viking settinget, meg a kelta, meg az összes ilyen hasonlót. De az, hogy Assassin's Creed, na ezen a ponton jönnek a fenntartások. Nem tetszett az utóbbi kettő? Hát, tetszett, de nem tudom. Én valahogy belefásultam az Assassin's Creed-ekbe. Nem is az Assassin's Creed-ekbe. Tudod, mibe fásultam én bele? Ebbe a sok kardozgatásba. Tehát, ha csak nem tudnak egy jó sztorit oda rittyenteni és azzal megtámogatni az egészet, akkor engem ez már nem tud érdekelni, hogy Assassin's Creed-be kardozgatunk, és csináljuk ugyanazokat a küldetéseket, csak más helyszíneken. Tehát akkor mondjuk úgy, hogy az RPG elemek nem fogtak meg. Önmagukban az RPG elemekkel nincsen baj. Engem az egész Assassin's Creed miben lét az, ami már így kicsit fáj, és amennyit újított rajta az utóbbi két rész, az nekem kevés. Az nekem az a szint, hogy így el tud működni, ha nincs mivel játszani, jól tudsz szórakozni vele, de nem tudott semmilyen szintű lelkesedést belém facsorni. És ennek kapcsán ez a vikingesd is sem. De nekem az kéne az Assassin's Creed-től, hogy valahogy nagyon elrugaszkodjuk. Tehát vagy időben, vagy helyszínben. Erre azt hittem, hogy jó kísérlet lesz az Origins, hát nem lett az. Én nem tudom. Hogyha látnék egy keleti Assassin's Creed-et, vagy egy első világháborús Assassin's Creed-et, vagy valami ilyesmit, ami tényleg azt tudom mondani, hogy egy nagy lépés egy másik irányba. Nem tudom, mindenki a keleti Assassin's Creed-en jön, hogy egy szamurájos Assassin's Creed, de nem tudom, jön a Ghost of Tsushima, kell nekünk egy... Hát igen, nyilván ezt árnyalják más játékok is.
így feltéve a kérdés, nem, valóban nem kell nekünk. Sekiro, meg Ghost of Tsushima, meg Nio után nem, annyira nem kell valóban. Nem tudom, szerintem a vikinges korszak az a lehető legizgalmasabb, amihez most tudnak nyúlni. Nyilván most nagyon, hogy mondják ezt, nagyon önfejű leszek, nem feltétlenül ezt a szót kerestem, de nem. Mondjuk azt, hogy nagyon önfejű leszek. Szerintem a második legizgalmasabb korszak a vikinges korszak közvetlenül a magyar történelem után. Tehát a magyar történelemből olyan dolgokat tudnál, tehát gondold el azt, hogy Táncsics kiszabadítását végigjátszod. Nyilván külföldieknek sokat nem mond, de ezt egy Táncsics kiszabadítását lenyomni egy Assassin's Creed-ben, hogy ezt tudod, egy kicsit megspékelik egy kicsit ilyen Assassin's Creed-es elemekkel, hogy kicsit elrugaszkodni a valós történelemtől, belekeverni ezt az egész lort. Az ütne a legnagyobbat nekünk magyaroknak, kérdéses, hogy külföldinek mit mondanak? Igen. Ez meg a másik, hogy most a viking korszak az megint olyan, hogy nem tudod annyira hozzákötni a történelemhez. Nyilván hozzá tudod, de az nem egy ilyen, egy olyan esemény, amivel így mindenki tisztában lenne, bármilyen nagy vikingekhez kapcsolódó esemény legyen. Az van egy réteg, aki tisztában van velük, mert érdeklődik irántuk, de nem egy olyan dolog, mint egy és maga a környezet sem egy olyan dolog, amiről olyan hülye sokat tudna az átlagember. És nekem hiányzik az a feeling, ami ott volt Rómában, ott volt Firenzében, vagy akár az amerikai határvidéken, hogy érezzem azt a történelmi hátszelet, mondjuk ott már a harmadik része annyira nem lehetett érezni. De nekem az elsőnél például ez vitte a hátán a dolgot, mert magát a játékmenetet azt piszkos módon meguntam elég hamar. Az Origins, vagy az AC1 konkrétan? Az AC1. Aha. Hogy nekem egyrészt ez is hiányzik, hogy tényleg el tudjam helyezni a történelembe. Nem tudom. Talán azt tudnám leginkább mondani, hogy nem átélhető nekem már. Nem adja meg az Assassin's Creed élményt már a mostani felhozatal. De ez igazából nagyrészt csak az én problémám. Nem sokaknak ez a probléma egyébként. Figyelj, most, hogyha abból indulunk ki, hogy az Origins előtt volt egy 2 éves szünet, ugye az Odyssey-nál nem volt ott rá egy évre, már jött a dolog. Most megint van 2 éves szünet, tehát nem kizárt, hogy valamit beújítanak, amire nem számítunk. Hát én nagyon remélem. Az biztos, hogy ez lesz most a legkorábban játszódó Assassin's Creed játék. Tehát ez annyira múltba megy, hogy ennyire soha nem ment a széria a múltba. Én nagyon várom, engem nagyon érdekel, én nagyon rá leszök feszülve az E3-ra, mert biztos benne, hogy ismételten ott jelentik be. És amit nagyon szeretnék, és az, ami nagyon-nagyon régóta hiányolok, nem csak feltétlenül az Assassin's Creed-ből, hanem rengeteg játékból, hogy adja meg nekem a grandiózus csatáknak az élmény. Én ezt rettenetesen szeretném, és mivel úgy tűnik, hogy következő generációs konzolokra nincsenek. Igen? A viking korszak az pont az, ahol ezt meg lehetne adni. Hát igen. Főleg, mint láttam a sorozatot, tehát aki nézte a vikingek sorozatot, és ugye van az a jelenet, amikor ez egy nagyon ikonikus jelenet, ugye, amikor az északi hadseregek összefognak valami miatt, azt most nem mondom el, miért, összefognak, és szembeállnak az angol királlyal, nem király, mindegy, aki látta a sorozat, tudja, ott a domboldalon szembeállnak, és tényleg látod azt az óriási tömeget. És azt játékban átélni egy ilyen jellegű csatát, azért na, úgy szeretném, de ez már nagyon régóta, nem csak az Assassin's Creed-ban, hanem bármilyen játékban szeretnék végre egy ilyen csatát, ami tényleg monumentális, grandiózus, élmény minden pillanata, mert voltak játékok, amik próbálkoztak ezzel, de nem adta meg egyik sem ezt az élményt. És nekem ez lenne a vágyam, és mivel hát következő generációs konzolokra jön csak elvileg a pletykák szerint, így benne van a faktiban, hogy megkapom. De mondom, ez számomra nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nagyon szeretném, nagyon várom.
meglátjuk az első trélereket, gameplayeket, mit mutat. De ja, erős évünk lesz jövőre, legalábbis számomra, hogyha még ezt jövőre ki is akarják adni. Na mindig csak elmerengtem, hogy milyen játék megjelenések lesznek. Szerintem van egy erősebb cím is számodra. Ha jól gondolom. Átkötés. Jó, értem, átkötés. Nagyon jó. Leesett, meg kellett nézni a gyorsan a műsortervet. Gondoltam, hogy arra várunk. Na, amúgy eszembe se jutott egyébként, hogy... Van itt egy mi? Hát egy új Crash Bandicoot játékot pletykálnak, de már olyan szinten, hogy... Tehát ez a... Kicsit az érzés, mint a Bullinál, hogy annyit pletykálták, annyi jel volt, hogy jön, és aztán megcáfolták a dolgokat. Nem szeretnék itt is így járni. Főleg azért, mert a Crash Bandicoot közelebb áll hozzám, mint a... Hát... De mondjuk azt, igen, közelebb áll hozzám, mint a Bully, mert azért mégiscsak... A Bully az egy játék volt, a Crash Bandicoot meg egy nagy franchise, rengeteg játékkal, és... Rengeteggel játszottam, nem az összessel sajnos. Imádom őket. Még a négyet is, amit sokan utálnak. És most elvileg jön egy új. Jaj! Viszont, neked ez mond valamit egyébként, hogy egy új Crash játék arra te mennyire tudsz rá hype-olni? Tudtam, mert te nem vagy odáig, ugye? Hát nem. Nem, és ez végül is az én hibám. Nekem ezek a típusú játékok nagyon kimaradtak az életemből. Én se Sonic játékos nem voltam aktívan, se Crash Bandicoot, se Crox, sem, mit tudom én, akár Rayman, ezek a játékok nekem aktívan kimaradtak az életemből. Játszottam nagyon sokkal közülük, de nagyon keveset. Crash Bandicoot-tal is játszottam, meg nem mondom, hogy melyik részével. Nem tudom. Nekem nem tudnak ezek a játékok akkora élményt adni. És igazából annyira nem vagyok bele tisztában, hogy tudjam, hogy mióta várnak rá az emberek, vagy mekkora esemény az, hogy most jön egy új Crash Bandicoot játék. Hát, hogyha abban indulunk ki alapvetően, hogy sokan úgy gondolják, hogy az első három rész az, ami tényleg a franchise csúcsa, illetve a korai Nitro Kart játék. Tehát ezek a PS1, PS2 korszakos játékokat tartják sokan ilyen isten igazából nagyon jónak. Meg a Twin Sanity az, ami még nagyon... Az egy ilyen spin-off volt lényegében. Az teljesen más volt, mint az előző részek. De az is egy PS2-es cím volt. És itt olyan két generációval később, jöttek ki a kettő között részek, például a Mind Over Mutant, vagy a Crash of the Titans, ami nekem videók alapján tetszik, mindmáig nem próbáltam ki őket, de majd egyszer sor kerítek rájuk, mert tényleg érdekelnek, de azokat nem szeretik. És 2016-ban jelentették be, azt hiszem, hogy jön az Insane Trilogy, ami az első három rész nagyon szépen újra keverte, tehát az minőségi munka, az a remake. És az volt egy olyan pont, 16-ban, amikor az E3-on bejelentette a Sony a remake-et, hogy ott mégiscsak egy két generációnyi várakozás szakadt meg, hogy mégiscsak visszatértünk a gyökerekhez. És az, hogy most, ugye kiadták tavaly a, vagy idén kiadták, tavaly bejelentették a Team Racing Nitro Fueled-ot, ami meg egy meg itt egy szintén nagyon jól sikerült remake, és egy az is egy esemény volt, hogy azt bejelentették, megjelent, és iszonyatosan jól kezelik az úta tartalmait, de most mégiscsak egy új játékról van szó, tehát nem remake-ről. Tehát azt tudni kell, hogy most a hallgatóknak mondom, hogy a Forrás az egy nagyon megbízható szivárogtató egyébként, aki többször is, sőt, az egyik legmegbízhatóbb szivárogtató, Szabi, aki kiírta, hogy miket tud erről az új Crash Bandicoot játékról. Elvileg a Crash Bandicoot World tímet rebesgetik. És, bocsánat, elindult egy videó. Nem tudom, behallatszott-e. És elvileg a Toys for Bob készíti, úgyhogy egy... Nem tudom, meglátjuk. Nagyon sok mindent pletykálnak ezzel a játékkal kapcsolatosan.
Rettenetesen várom. Elvileg 2020-ban megjelenik. Nekem az a tippem, hogy majd a Game Awards-on fogják bejelenteni. De hogyha ez megtörténik, hogy tényleg egy vadonatúj Crash játékot lelepleznek, de hogyha már csak egy remake-et is, tehát egy Twin Sanity remake-et például, egy Tech Team Racing remake-et, egy Wrath of Cortex remake-et, akkor én már akkor meg fogok örülni, de mindenhol azt hallom, hogy ez egy vadonatúj játék lesz. Na igen, tehát megint ott tartunk, hogy jövőre megjelenik lassan már 15 olyan játék, amit egyre jobban várok. És nem tudom elképzelni, hogyha És kijelenik Crash mindeközben játékot venni lesz. kellene egy switchet. És mindeközben venne neki egy switchet, igen. A pénztárcám meg zokok a sarokban. Igen, most próbálom visszanézni egyébként a említett szivároktatótól, hogy miféle. De amúgy Igen. te nagyon várod, oké. De itt az emberek többsége, tehát ez egy eseménynek számítom, úgyhogy jön egy új Crash Bandicoot játék. Borzasztóan a... De Hát... ez mit olyan nagy szám amúgy? Maga a játék, vagy azt, hogy jön egy új? Nem maga a játék. Hogy ennyien szeretik. Mert azt tudom, hogy rengetegen szeretik, és ilyen gyakorlatilag a kult játék. De mitől? Hát most mondhatnánk ilyen sablon dolgokat, mint a hangulat például. De ami fölteszi az íra pont, azt szerintem elég annyit mondanom, hogy ez kora Dark Souls-a. Tehát nincs játék, amin ennyit anyázol még. Annyira rengeteg kihívással. De tudod, az a fajta kihívással rendelkezik, ami kurva anyázol egy sort, leteszed, falhoz vágod a kontrollert, utána pedig szeded össze a darabkákat, próbálod megvédeni a kontrollert, mert azonnal folytatni akarod. Tehát ez annyira addiktív, annyira fluid élmény ezekkel játszani, annyira jók a zenék, annyira jó a hangulat, annyira jók a pályák. Ezt át kell élni igazából. Az a baj, te imád már, ebben biztos vagyok egyébként. Hát nem tudom, lehet én voltam fordítva bekötve, amikor kipróbáltam, de nem tudom, nekem egy ilyen játék sem volt, ami be tudjon vonzani. Biztos, hogy nem tudod, hogy melyik Crash-t próbáltad? Mert lehet, hogy valamelyik szart. Mert volt az is. Teljesen biztos. Mindegy. Nem csalnak az emlékeim, PS3-on játszottam, de abban sem vagyok biztos, mert Igen, lehet, akkor hogy kettőn. azt hiszem, hogy a PS3-on akkor az egyik olyan rész volt, ami eléggé vitatott. Hát de játszottam más játékokat is, tehát amik ilyen stílusúak. Maga a műfaj valahogy nem tudott megfogni engem. Bár régen volt azóta tény, hogy változott a videójátékos ízlésem. Lehet, hogy most tetszene. Szerintem biztos, tehát hogyha arról van szó, hogy nekiülünk elejétől, és átéljük, röhögünk, akkor szerintem te is imádnád. De mégiscsak az, hogy itt beszélünk egy lassan 20 éves franchise-ról. És mindig itt van, új résszel, legalábbis azt rebesgetik, de mégiscsak itt volt előbb két remake, két nagyon minőségi remake. És jön egy új rész, legalábbis pletykáljak, és ez mégiscsak. Ez valahol azért nagyon szép, nagyon jó, hogy egy Call of Duty Persze. egy Far Cry mellett ez így létezhet. Most hát remélhetőleg. De lehet, hogy rossz példa vagyok egyébként, mondom. Én azokat a részeket is nagyon szeretem, amiket sokan nem szeretnek. Nem tudom, szerint az tény, hogy az Insane Trilogy és a Team Racing az remake az rettenetesen sikeres volt, úgyhogy ezek a játékok, ezek tényleg eseménynek minősülnek. Főleg azért, mert ezek a remake-ekkel el tudják adni az új generációnak is. Mert hát mégiscsak egy olyan korban élünk, amikor nincsenek platformerek. És talán ez a legnagyobb piaci rés, hogy akkor adták ki az Insane Trilogy-t, amikor nincsenek jó platformerek egyszerűen. Jó, vannak ilyen oldalnézetes indie dolgok, amik platformerek, de ez más. Ez egyrészt, hogy nem oldalnézetes, hanem jó, hát vannak oldalnézetes szekciók is, de hogy alapvetően ez a hátulról követed a karaktert. Mindegy, igazából én arra leszek kérdés, hogy miben fognak újítani. Tehát itt alapvetően már az, hogy rebesgetnek egy olyan címet, hogy Crash Bandicoot Worlds, hogy ez semi-open world lesz esetleg, vagy átviszik open worldbe. A Twin Sanity-nél már próbálkoztak ilyennel, hogy most ezt tudni kell, most ezt neked mondom, hogy
a korai Crash játékok mindegyik olyan volt, hogy gyakorlatilag egy lineáris pálya mindig. Volt egy pályaválasztó, beléptél egy pályára, végigvitted a következő pálya, volt egy minimap, és akkor ennyi. És a Twin Sanity volt az első olyan, amilyen nevezük semi-open world-nek, de hogy ott is mindig csak előre tudtál menni. De elcsászkáltál jobbra-balra, volt egy csomó minden, ahol el tudtál látogatni. Nem tartom kizárnak, hogy ezt a vonalat viszik tovább. Várom. És nagyon kíváncsi ezek, hogy miért fogják megspékélni az egészet. Mert nem lehet sokat gyára ugyanezt a formát eladni. Nyilvánvalóan, hogyha nem lesz jó, akkor én leszek a legszomorúbb, de nem tartom annak, hogy egy Crash Bandicoot játékot elrontanának. Főleg két ilyen jól sikerült remake után. Kigya, már csak egy új recsetet kéne pletykálni, és én nagyon boldog lennék. Mondjuk az igen, az egy egészen más liga lenne egy új recset játék. Az, igen. Na mind. Nem menjünk hát bele, hogy... azt kívánom, legyél boldog ember. Hát igen, lehet, hogy utána hónapokig nem hallanátok róla, hogy új Crash-t vagy új recsetet bejelentenének. Tehát ott a szívroham, a stroke, az agyvérzés, és minden egyszerű közre játszanod, ilyen kombóba egy csokorba. De szeretném átélni. Mármint nem ezeket, hanem azt, hogy bejelent. Jó. Viszont, ha már... Hát nem tudom, mondjuk azt, hogy örömteli bejelentésnek? Hát bejelentés. Hát bejelentés. Jelentőség teljes bejelentés. Vagy a Valve megcsinálta azt, hogy... Tehát ez a yes, but no. Tehát Half-Life 3, de mégsem. Most ez az a baj, nehéz erről beszélni, mert... Mikor ilyen az utolsó Half-Life játék? 15 éves? Hát nagyjából jó. Régi. Maradjunk ennyibe. És jön egy új. Ráadásul a Valve csinálja. Half-Life Alyx. És... Ráadásul VR-ra. Na igen. Ez az a pont, ahol viszont... ami megosztó. Te mit gondolsz? Így az egész Half-Life Alyx-ről. Nem örülök, hogy VR-ra jön. Viszont... én tartom azt, hogy ma, ha kijönne egy Half-Life játék, egy Half-Life 3, normál játék, nem VR, nem tudna olyan mutatni, hogy az emberek bármilyen szinten meg legyenek elégedve vele. Egyszerűen olyan régóta várják, annyi pletyka volt már, akkorák az elvárások, akkora istentelen magasságokban van emelve a Half-Life. És ilyen szempontból az, hogy VR-ra fejlesztik, az érdekes. Mert ez még egy olyan piacirés, ahol igenis lehet újat mutatni. Hát a videók alapján nem sikerült. Igen? Hát figyelj, rohadt jól néz ki. Valószínűleg megvan a második színvonalas AAA játékunk. Ez eddig pipa. De én nem látom azt a nagy újulást, vagy ezt a grandiózumot benne. Jól néz ki, tetszik is. Hát én még mindig nem tudok mit kezdeni azzal, hogy csak csuklótól látszik a kacsód. Na igen, az fura, nekem is. Engem az olyan szinten kidob az élményből, hogy az nem igaz. Tehát nekem egy ilyen miniklip játék érzetét kelti, az instant, ahogy meglátom. Hát abban a korszakban, amikor 9-kor nyitott az internet kávézó, és reggel 8-kor ott voltunk 30-an, kapjuk el az elős gépeket, abban a korszakban ez adta, de most ez nekem VR ide vagy oda nem. Hát, úgyhogy mindenképpen érdekes. Megkockáztatom, hogy várom is. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fenntartásokkal kezelem. Értem, mit mondasz alapvetően. Én máshogy közelíteném. És én azt már most azt szögezem, hogy szerintem brutál jól néz ki ez a játék. Tehát, hogy te is mondtad, itt a második triplá. Az abszolút azt a számára lehet írni. A kurva jól néz ki.
Igen, tehát ez, lát, ez egy Valve minőség gyakorlatilag. Resident Evil 7 után elkészülhet, úgy néz ki, a második olyan AAA cím, ami igen, ami jó dobasz. Most én azért gondolom, hogy rossz a megközelítés, és azért tartom, hát hogy mondjam, azért tartom egy nagyon jó húzásnak, hogy VR-ban van a játék, mert gondoljunk bele, a Half-Life 1 anno az azért volt innováció, tehát mindegyik Half-Life innovált. Az első az abból a szempontból, hogy az volt az első olyan FPS, amiben integrálták a történetet. Tehát ott tudod, beszéltek körülötted a karakterek, hogy benne voltál az egészből közepébe. Ezt ugye ma már rengeteg játék alkalmazza, hogy körülötted járkának, beszélnek hozzád. Akkoriban ez volt az első ilyen cím, ami ezt megcsinálta. Az egy óriási innováció volt, hogy gyakorlatilag belehelyezett téged a játék a történet kellős közepébe. A Half-Life 2 pedig a fizikával innovált egy hatalmasat. Most itt van nekünk egy új Half-Life, ami pedig a VR-ban forradalmasíthat. És ha valaki, akkor a Valve ezt meg tud. Kétszer megcsinálták harmadjára. Nem csinálnának játékot, ha nem tudnák megcsinálni szerint. Nem vállalnák be. Igen, ez amúgy benne van a pakliban mindenképp. Mert végül is valami oka volt annak, hogy eddig meg voltak a kis biztonságos világukban a most futó egy-két játékukkal, meg a Steam-mel. És akkor úgy érzik, hogy most jött el a pillanat, hogy lépjenek egy Half-Life-ot. Azért ennek valamilyen komoly oka a háttérben biztos van, de az látszik, hogy komolyan veszik. Az látszik a videóból. Igen, valószínű, amit mondasz, hogy leültek szépen ügyesen, és aztán megbeszélték, hogy van valami, amivel most elő lehet rukkolni, és akkor nem lesz bukás a Half-Life. Meg alapból ez, amit mondtam, hogy ez egy mekkora húzás, hogy tudják jól, hogyha kiadják a Half-Life 3-at, akkor azt nem tudnak megfelelni az elvárásoknak, most már nem. És, és ez a yes, but actually no, és húznak egy ilyen kis súnyi, ilyen kis, amúgy ez egy prequel megoldást, ami azt szerintem a lehető legjobb húzás tőlük. És szerintem be fogják bizonyítani, van létalapja annak, hogy ez VR-ban van. Nem andó vagyok, ne lepődjünk meg, ha 5 éven belül bejelentik a Half-Life 3-at. Tehát az, hogy 15 év után életjelet ad magára a franchise, ez szerintem csak jót jelent. Igen. Bár az nagyon-nagyon kérdésető. Ez a játék, ez lehet jó. De hogyha egy Half-Life 3-at, ami nem VR cím, következő generáció ide vagy oda, nem tudom. Szerintem VR lesz a 3, de az az Ultimate VR élmény lesz. Szerintem ez most egy... Azt el tudom képzelni. És az mondjuk kurva jó is lenne. Hát figyelj, abból indulunk ki, hogy azt mondják, hogy ez egy ugyanolyan hosszú játék lesz, mint a Half-Life 2, tehát 13-15 óra hosszú. A mostani 3 órás, 2 órás VR játékok piacán ez azért... Na, ez zászlóshajó játék, tehát szalabról úgy hirdették meg, hogy ez egy zászlóshajó VR cím, és igen, ilyen hosszal ez egy zászlóshajó cím. Úgyhogy ja, és nem tudom, én néztem ezt a videót, amit megmutattak, hát ez valami brutál minőség, ilyen néz ki szerintem. Igen. Igen, ez vitathatatlan. Hangulat, a design, játékmenet. Szerintem óriási előrelépést fog jelenteni a Half-Life. Hát figyelj, Alex. Simán benne van a pakliban, hogy úgy fogunk pár év múlva erről a címről beszélni, és úgy fogunk hivatkozni rá, mint az első igazán Ultimate VR élmény megalkotója. Ja. Te mégis se adat. Annyira nehéz belegondolni, hogy... Vagy annyira furcsa belegondolni, hogy itt sejt játékot csinál a Valve. És Half-Life-ot. És VR-ra. Ezt revesgették korábban egy éve, ez felmerült pletykaként, de szerintem akkor mindenki legyintett rá. Hát én kb. Akkor azt tartottam a legvalószínűtlenebb opciónak.
Ja, mondjuk azt, hogy igen. De hogy ez és márciusban megjelenik. Nyilván szoporroller, mert akinek nincs VR-ja, úgy mondjuk azt, hogy a Half-Life rajongó 99,9%-ának, azok most alaposan beszopták, többek között mi is, mert nekünk nincs VR-unk. Mégis azért nem tudnám azt mondani, hogy nem ez a lehető legjobb irányba tudták vinni a dolgot. Úgyhogy, ja. Szerintem, ha jól tudom, addig Game Awards-on fogunk kapni friss anyagot belőle. Úgyhogy arra majd érdemes lesz odafigyelni. De ez megint 2020-ban megint jön egy olyan játék, ami tényleg lassan már 20 olyan játékról beszélhetünk a következő esztendőből, ami brutál izgalmas. És ez szerintem ma arra jó, iszonyat erős évünk lesz jövőre. Igen, hát ideje volt. Mert azért ilyen nagyon-nagyon megbaszó év rég volt. Szerintem az ide is nagyon jó volt, de az elmúlt esztendőben egyet se tudnék mondani, ami olyan kemény volt, mint amilyennek a következő ígérkezik. Hát Úgyhogy, ja. igen. Úgyhogy ez óriási hír, hogy új Half-Life, új Valve játék. Csak aztán meglátjuk a végeredményt milyen. Igen. Viszont van még egy óriási bejelenteni való. Igen. Hát elvileg jönni fog a játék, ami majd rávesz ismét az előrendelés rögös ösvényeire lépésre. A konzolok megrontója. Elvileg készül a játék, ami tönkre fogja tenni a PS5-öt. Ez borítóra kérdés. Befejezte. Adjunk egy kis kontextus szerintem a hallgatóknak. Igen. Hát nem tudom, hogy ha volt ember, aki várta az Anthemet, az én voltam. Ez a játék az olyan volt, hogy nekem az elmúlt, a bejelentést követő másfél év az olyan volt, hogy minden napom arról szólt, hogy megnéztem egyszer a gameplay videókat, tízszer a trélert, és minden nap rákerestem a hírekre, hogy na, van valami? És kaptam egy darab szart. Nem gondolom azt, hogy volt nekem valaha ennél nagyobb videójátékos csalódásom, mint az Anthem nyújtott, és nem is hiszem, hogy lesz. Mert ekkora szart. Szerintem nem az, hogy a játék maga szar. Nyilván az, de hogy így az elvárásokhoz képest. Mert azért felnyomták az elvárásokat elég alaposan. Brutális mértékű fos lett az Anthem. De megmondom az őszintét. Ne. Nem. Én várom az Anthem 2.0-át, amit fletykál. Hát te szarok, bassz meg. De most gondolj bele. Vársz egy játékot, elbasszák, és utána van egy ilyen kis reménysugár. Nem kapaszkodsz vele? És te belekapaszkodsz. Jó, hát Mit remélem nem a reggeli műzdid mellé? Figyelj, alapvetően arról szólnak a hírek, hogy teljesen újra gondolják az egészet, a küldetésrendszert, a világot, mindent, a fejlődési szisztémát. Ez lehet jó. Figyelj, a core gameplay az nagyon jó. A baj azzal van, hogy a világ a szar, nincsen történet, és szar a loot. Tehát gyakorlatilag a gameplay kívül minden szar. Meg hát a zené nyilván, tehát a zene az nem érdemli meg az Anthem, hogy olyan zenéje legyen, amilyen. De vagy lehet jó. Nem? Te Dante? Igen. Feltennék neked egy kérdést. Mondjad. Van olyan játék, amit te nem vársz, és még nem készültél? Van. Valami biztos. Aha, igen, figyelek.
sok van, sok ilyen van, ne megyünk bele, biztos. Oké, meggyőztél. Azt azért hozzá kell tennem, hogy én nekem az Anthem volt az utolsó játék, amiben úgymond előzetesen megbíztam. Tehát az nekem olyan volt, hogy ez tényleg elő volt rendelve, és hogyha kipróbáltam januári demót, én akkor vontam vissza az előrendelés, és azóta tartom magam ahhoz, hogy megvárom az első kritikákat, az első gameplayeket, meg kijöjjön a játék, és maximum után. Tehát én nem rendelek már előttem mit, és nem bízok meg egy játékban sem előzetesen, ahogyan ebben sem, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogy ez legyen az az Anthem, amit én annó 2 éve elkezdtem várni, amikor megmutatták az első trélert, aztán 1 évre rá a másodikat, a harmadikat. Nem tudom, mennyi esély van rá. Nem tudom, hogy a BioWare képes-e összehozni egy ilyet. Hát, és talán ez a legnagyobb kérdője. Az én véleményem abban a hátban. Szerintem benne is van. Igen. Nagy valószínűséggel nem tudják megcsinálni. Hát nem valószínű. Ennél na igen. Fogva abszolút semmilyen szinten nem tudom várni. Hát kezdjük ott, hogy ha erre rábasznak egy árcédulát, akkor bukta. Tehát akkor tehát, hogy ezt pénzért kínálják, akkor vége. Na igen. Hát, már pedig nem hiszem, hogy nem pénzért fogják kínálni. Nos igen, de viszont az is benne van, hogy ha szeretne a BioWare valaha még egyszer egy játékot eladni, akkor helyre kell hozniuk az Anthemet, és egy akkora újraélesztést kell produkálniuk, mint annól No Man's Sky esetében például. Na igen. Nem tették meg, hogy nem. Nem. Muszáj, egyszerűen. Hogy én tényleg amit szeretnék, hogy egyrészt ez az Anthem 2.0 legyen free to play, ez elengedhetetlen. Másrészt mindenképp a világát helyre kell hozni, tehát ennyire unalmas, sivár világot, nem tudom, egy, tehát akkora fos annak a világa. Iránézel, és ez mi a fosz? Ugyanez a történet, tehát mi a fasz? A gameplay maga az viszont nagyon jó. Más kérdés, a konzolon a 20 FPS-t alulról karcolja, de hogy azért úgy próbálkoztak. De maga a gameplay, a lövöldözés, a repülés tényleg nagyon jó. Ha emellé még hozzá tudnak csapni egy jó világ, egy hangulatos világ, és egy jobb tartalmi ellátás mellé hozzá tudnak még csapni egy nagyon jó loot systemet, nagyon jó progression systemet, fejlődési rendszert, és utána tudják folyamatosan támogatni, és be tudják váltani akkoriban tett ígéreteket, meg tudja magát váltani a BioWare, más esetben itt ez utolsó lehetőségük. És szerintem a Dragon Age 4 az bukni fog, hogyha ezt nem tudják helyrehozni. És nagyon remélem, hogy bukni fog, hogyha nem hozzák helyre. Már annak is örülnék, hogyha az Anthem megbukott volna, de hetekig, sőt hónapokig vezette az eladási listákat, miután megjelent. Nem tudom, hogy mondjuk, de vezette. És ja. Ezt mondjuk úgy, hogy ez a várom, de nem annyira kategória. Aha. Ez a reméljük, hogy lehet miért várni, de mégse. Találtad a kiskaput a rendszerben, jó van. Igen, ez óvatosan várjuk. Igen, ez a... Igen. Ez egy Z-kategóriási várási szint, mondjuk úgy. De nagyon alacsony elvárás. Nem az, hogy alacsony elvárások, de ez a... Nagyon picit várjuk. Ja, ez a legjobb megfogalmazás. Ja, viszont... Azt viszont... Arra viszont kíváncsi, hogy mit mondasz, hogy... Elvileg készül az új Mass Effect. Hát az Andromeda után ezt sem tud megmozgatni. Ez... Azt hittem, hogy jobban felhúzod magad azon, hogy nekiállnak egy új Mass Effectnek. Nem. Jó, nekiállnak az új Mass Effectnek. Hát legyen jó.
de nem hiszem, hogy lesz. Tehát tényleg olyan szinten hidegen tud hagyni már. De ez annyira szomorú, hogy egy BioWare játék, és így ennyivel le lehet rendezni, és nem a te hibád, hanem hogy idáig jutott a BioWare, ennyivel igen, le lehet rendezni. Dragon Age 4-et sem. Tehát jön egy BioWare játék, már az utóbbi idők tapasztalataiból úgy vagyok vele, hogy a minimális érzelmet nem tudja kiváltani belőle. Holott baszki olyan címekről van szó, tehát nem arról van szó, hogy jön egy új játék, hanem jön egy legendás címnek egy következő része. És nem érdekel. Hát, én a Mass Effect-et, én az elsőt végigvittem, a másodikkal, hát a vége felé eljutottam, aztán rájöttem, hogy ez nem nekem való, az a játék nem kötött le. Engem nem mozgat meg így szubjektíven az új Mass Effect. Piac szempontjából, na igen. Nem tudom, hogy gondolják. Tehát készül az Anthem 2.0, készül az új Dragon Age, és készül a Mass Effect is. Itt épp a koncepció. Na de mindegy igazából. Bármi is lesz ebből. Aztán most fogjuk látni, szerintem jó Mass Effect-et legkorábban 2024-ben fogunk látni majd. De ahogy te is mondtad, legkisebb mértében nem tudok rá hájpolódni egész egyszerűen. Ahogyan se egy új Dragon Age-re, amit jobban szeretek, mint a Mass Effect-et. Egy új Kotorra se tudnék rá hájpolódni. Egy új Jade Empire-re se. Még az Anthem 2.0-ra se tudok rá hájpolódni. Azt hiszem, hogy ott vannak elvárásaim. Nyilván egy új Dragon Age-re vannak elvárásaim. Csak nincs melléjük az köthető, hogy várom. És ez szomorú valamilyen szempontból. Igen. Na, de viszont játékok, amiket várok, de mégsem. Na igen, most egy olyan téma fog következni, ami elég nehéz lesz beszélni. Eléggé érzékeny témát fogunk szerintem most érinteni, én legalábbis biztosan. De előtte mindenképp megkérdeznék téged, hogy a Life is Strange alkotóinak, a Don't Not Entertainmentnek az új játékáról, a Tell Me Why-ról, mit tudsz? Tudsz-e valamit? Van a véleményed? Esetleg láttad-e a trailert? Mit gondolsz? Hát azt tudom, hogy tweeteltél róla kettőt. Igen. Az egyik az pozitív volt, a másik az negatív. Igen. Tehát akkor a trélert nem láttad? A trélert azt nem láttam. Van róla egy fogalmam, hogy mi lesz ez a játék, vagy hogy nagyjából milyen lesz. A Life is Strange-et ismerem. Nem játszottam végig, sőt nagyon-nagyon keveset játszottam csak az első résszel. Nem azért hagytam abba, mert nem tetszett. Egészen prózai oka van. Meghalt az alaplapom. Aztán utána így valahogy nem ugortam neki még egyszer. Tervben van. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik. Engem alapvetően ez a fajta játékmenet annyira nagyon nem tud behúzni, de azt láttam, hogy itt valami nagyon mély és nagyon komoly dologról van szó, ami valószínű engem is megmozgatna, ha rávenném magam, hogy belevágjak, de mindenképpen szeretném az összes részt pörgetni előbb-utóbb. Amit a Life is Strange 1-ből? Igen. Hát a Life is Strange 1 az nekem az egyik kedvenc játékom, tehát nálam... Igen, ezt tudom. Nálam 4 vagy 5 játék, ami 10/10, és az az egyik. Egyik az. Igen. És most itt van nekünk ez a Tell Me Why, ami... Ugye én hol jelentették ezt be? Igen, az X019 Expo-n, amit néztem. Egyébként meglepően jó volt az X019-re, most külön nem beszéltünk, de teljesen túlszárnyálták az elvárásaimat. Az képest, hogy azt vártuk, hogy szar lesz az egész, teljesen jó volt. És ott mutatták be a Dontnodnak az új játékát.
amire én olyan szinten ráhájpolódtam, hogy nekem az volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy jó. Tehát nem érdekel Last of Us 2, a Final Fantasy 7 remake, semmi nem érdekel. Ez az, ami adjatok ide most azonnal. Ez tartott ez az állapot körülbelül másfél napig, hogy én erre a játékra kegyetlenül ráhájpolódtam. És most jön az a része a dolognak, hogy nagyon nehéz lesz erről úgy beszélni, hogy ne sértsek meg senkit, és remélem, hogy mindenki úgy fog érteni a mondandómat, ahogy én azt valójában gondolom, ezért próbálom minél jobban átadni. Arról van szó, hogy ez a Tell Me Why, amikor én először megnéztem a trailert, én azt láttam, hogy ez a játék egy testvérpárról szól, egy ikertpárról, egy fiúról és egy lányról, akik hát valamiféle családi drámát élnek meg, anyuka gyerekkorukban öngyilkos lett, és visszatérnek egy ponton a családi házba, ahol mindenféle misztikum fogadja őket. És az a trailer, megnéztem először, én nekem az volt az a pont, hogy teljesen hype-ba kerültem, mert azt tudni kell, hogy én rettenetesen szeretem a fiú-lány testvér pár alapkoncepciót, abból a szempontból, hogy elképesztően izgalmas témának találom azt, hogy alapvetően maga ez a testvéri kapocs. Ez szerintem egy brutálisan hálás, izgalmas és sajnos nem eleget használt téma, hogy mennyire érdekes tud lenni az, hogy egy fiú és egy lány között milyen érzelmi kapocs tud kialakulni, amikor nem szerelemről van szó, nem barátságról van szó, hanem a kettő közöttiről, nem barátság esztrákkal, mert félreérti valaki, hanem ez a kettő között ez a testvéri kapocs, vagy ez annyira egy egyedi, megfoghatatlan dolog, és annyira jó téma szerintem. Nem tudom, lehet, hogy azért köt le engem annyira, mert sosem volt részem ebben, de így külső szemlélőként, egy gyerekként nőttem fel, így külső szemlélőként nekem ez egy brutálisan izgalmas téma, és nagyon keresem az ilyen történeteket, amik a testvéri kapcsolatra épülnek, és főleg a fiú-lány testvérpár kapcsolat az, ami szerintem izgalmas. Kíváncsiak egyébként, hogy ilyenkor, amikor ezeket mondom, akkor hány embernek ugrik be egy kapásból valami pornó videó egy első kézből, mindegy. És ez a hype ez másfél napig tartott, mert mint kiderült, ez a játék valójában egy transvestitát helyez a fókuszba. Ami hát abból a szempontból nagyon jó, hogy ez az első transvestita főszereplő valaha, ami egy nagyon fontos mérföldkő a transvestita emberek számára. Tehát ezt a részét megértem, hogy ez egy nagyon izgalmas és érdekes téma. És mindenképpen fontos mérföldkő. Azonban nekem ezzel az a problémám, szögezzük le, nem az, hogy transzeszita a főszereplőkkel, nincs bajom a transzeszita emberekkel. Nekem azzal van a bajom, hogy én ezt a történetet, én ezt nem ezt vártam ettől a történettől. Tehát így már nem tud érdekelni, hogy egy transvestita a főszereplő. Nekem sokkal izgalmasabb lett volna az az alapvetés, amit én hittem, hogy lesz, hogy fiú, lány, testvérpár. Nekem ez sokkal izgalmasabb lett volna. Mondom még egyszer, semmi bajom nincs a transvestitákkal. Valahol szomorú, hogy ezt ennyit kell hangoztatni, mert tudom jól, hogy sokan ezen triggerelődnek, de nekem ez így nem. Tehát ez nekem már messze nem annyira izgalmas téma. Ettől függetlenül a játék lehet jó, nyilván. Csak egész egyszerűen nekem ez nem. És sajnos így már nem várom a játékot. Úgyhogy igen. Szerintem ez mindig jó, mintha most derült ki, mint esetleg egy pár hónap múlva, amikor megjelenik és játszok vele. Az lehet, hogy akkor ez egy nagyobb csalódás lett volna, de megmondom az őszintén, sajnálom. Ebből a szempontból, hogy végül nem egy hagyományos testvérpárt kapok. Sajnos hiány van szerintem az ilyen történetekből, amik a fiú-lány testvérpár kapost helyezik fókuszba, és most sem kapom meg. Nem tudom, esetleg neked van így erről a témáról gondolatod, vagy tartózkodnál, vagy...
Hát itt tudod, mitől félek leginkább? Hogy egyrészt ott van ez a fiúlány, és igazából ez a önmagában a testvér kapos dolog, mint téma. És amellett ott van az, hogy transvestite a főszereplő. Na most itt, ahogy én látom, itt vagy az lesz, hogy annak nem lesz jelentősége, hogy transvestite a főszereplő, az csak egy plusz elem, ami ha tetszik, hanem marketing szempontból nem utolsó kártya, meg sok szempontból biztonsági játék, és lesz egy elég kidolgozott testvérszál. Vagy a testvérszál nem lesz elég kidolgozott, de mivel az nem olyan, hogy az csak egy elem, hanem azt valamivel indokolni kell, hogy mitől testvérek, így azért az ki lesz bontva, és fókusz lesz helyezve arra, hogy transvestite a főszereplő, de így egyik témával sem fog tudni kellően foglalkozni. Én ezt a két forgatókönyvet látom leginkább így ez alapján. Hát, megmondom neked az őszintét, én boldog ember lennék, hogyha ez aggasztana leginkább a játék kapcsán. Mert ebben benne van, amit te mondasz, hogy ez még lehet jó. De... végül is igen. De az én ez problémám az én problémám az már marad, tehát az hát nem igen, az változás. Nyilván ez egy nagyon személyes probléma. Engem annyira nem mozgat meg ez a testvér kapcsolat, hogy kifejezetten amiatt érdekelne a játék. Sőt, nekem még izgalmasabbnak tűnik ez a Travia főszereplő. Mindenképp, tehát objektíven nézve mindenképp izgalmasabb. Csak, igen. Azt hiszem, nem is tudom mióta, 2015 vagy 6 óta van az, hogy én filmeket szeretnék csinálni, és azóta írok magamnak így forgatókönyveket esetlegesen, amiket meg később szeretnék valamiket leforgatni. És szinte minden másodikban van valamiféle testvérkapocs. Tehát mindig próbálok implementálni valami testvérkapocs, mindig valamilyen másfajta testvérkapcsolatot. És pont azért, mert nem látok egyszerűen a filmekben, sorozatokban olyat, amire én kíváncsi lennék. És azt hittem, hogy ez majd megadja az első trailer alapján, és hát igen, mégsem. Úgyhogy mondom, ez teljesen szubjektív, és nem is feltétlenül kell vele egyetérteni, sőt, az csak jó, hogyha van igény az ilyen jellegű játékra, meg sikerüljön jól, tehát a Dontnod az... A Life is Strange 1 után felelem bármit kiadhat, én a Vampirt is szerettem. De nem tudom azt mondani őszintén, hogy várom. Úgyhogy, ja. Jó, hát hogyha igazából végeztünk ezzel a témával, akkor tovább mehetünk. Nem tudom, még szeretnél hozzáfűzni valamit a Tell Me Why-hoz. Nem, igazából ennyi nekem is. Érdekel az, hogy mit hoznak ki belőle, de mielőtt jó reményeket táplálnék, inkább megvárom a végeredményt. Jó. Kicsit beszéljünk arról az Uncharted filmről, ami körülbelül havonta előbukkan így a podcastben. Most éppen nem rendezőváltásról szólnak a hírek, hanem hogy folynak a tárgyalások Mark Wahlberggel, hogy ő lehet majd Sully esetlegesen a filmben. Na igen. Na mesélj! Hát erről egészen konkrét véleményem van. Már nem a végeredményt akarom megvárni. Hát én szerintem ennél szarabb casting csak az lenne, ha bejelentenék, hogy a The Batman az nem Pattinsoné lesz, hanem mondjuk Richard Gere lesz Batman. Mondjuk ugye, hogy kibarított ez a bejelentés? Én totálisan paszki. Én nagyon kedvelem Mark Wahlberget, de
Szálinok. Ne hülyeskedjünk már. Én a Tom Hollandot sem értettem, megmondom az őszintén. Én sem, tehát az is egy szarkasztin szerintem is. De az, ami ki tudok békülni. Az a furcsa, hogy van alapvetően olyan színészek, mondjuk, aki Bryan Cranston például, aki szerintem sokkal jobb Sully lenne például. De most csak mondom egy példát a sok közül. De Mark Wahlberg, az ügyeletes fasz a gyerek. Hát nem kell olyan nagyon sokat válogatni, hogy egy jobb példát találj, mint Mark Wahlberg. Igen, mert nem tudom elképzelni, de ugyanaz a bajom, mint Tom Hollandnál, hogy Tom Hollandból sem tudom elképzelni azt, hogy ő belőle lesz majd Nathan Drake, a játékokból ismert Nathan Drake. Ugyanez Mark Wahlberggel is hatványozottan. Nem tudom elképzelni, hogy Mark Wahlbergből lesz majd az a csibész, zsivány, de mégis elegáns Sully, akit a játékokban megismertünk. Ez olyan fura. Egyszerűen borzasztó, tehát semmi olyan pont nincs ebben a két karakterben, hogyha úgy tekintünk Mark Wahlbergre, mint egy karakter, amire azt tud mondani, hogy az úgy közös, az találkozik középen, és ebből el lehet indulni, hogy ezt a két karaktert egybe most. Hát mondjuk meglátjuk, tehát ez még csak pletyka szintjén merült fel. Nem biztos, hogy ő lesz, de hát fele tudja. Lehet az is, hogy végül jó lesz egyébként, az lepjenek meg. De mégis azért én is ráncoltam elég kevén a homlokomat, hogy ez mégis mi a fene. Jelen pillanatban nem tudnám elképzelni, hogy ez egy jó casting lenne. De Én mondom, sem. meglátjuk. Persze, előfordulhat, hogy meglepnek, de nagyon meglepne, ha előfordulna. Hát abból a szempontból nem tudom. Tehát abból a szempontból tartom valószínűleg, hogy tényleg ő lesz, hogy itt vagyunk decemberben lassan, és elvileg évelején forgatják a filmet. Szerintem ez már a véglegesítés hajnalán van ez a projekt. Úgyhogy ez szerintem már Wahlberg lesz. Igen, valószínű. És hát mondjuk úgy, hogy kíváncsi vagyok, de ez nem feltétlenül egy pozitív jellegű kíváncsiság. Jó, igazából erről szerintem sokat nem lehet beszélni, ez tényleg az, hogy tényleg meghökkentünk. Aztán majd meglátjuk a hivatalos bejelentést, mert most állással meg kell ejteni a hivatalos bejelentést. De igen, ez érdekes, érdekes téma. Jó, szerintem akkor zárjuk a mai műsort a szokásos szegmensünkkel, a fogadásokkal. Egyébként most már lassan szerintem, hogy közeledünk az évvége felé, úgy beszéltük meg, hogy évvégéig tart ez a fogadási szezon. Szóval valami meg ki kéne találni most már tényleg tétként, hogy ki mit kapjon, hogy a vesztes kapjon. Nem fogsz switchet kapni. Nem? Akkor hagyjuk. Nem, valami poénosat ki lehetne úgy találni, ami a hallgatóknak, nézőknek is tök jó lenne. Majd ezt átrágjuk műsoron kívül, hát ha előrukkolunk valamivel. Szívem szerint azt mondanám, hogy a vesztes játsza végöket, Máriót, és streamel jelenleg egészet, csak hát ez technikailag nem kivitelezhető. De csak azért, mert én vagyok az első. Nyilván. Én vagyok az... Igen, én vagyok az első, jó van. De amit én kerülök utolsó helyre, utána már nem lesz ilyen szó Switchről, meg Cat Mario-ról, tehát akkor már ilyen kis tudatúrorodi, meg ilyenekbe kezdünk el gondolkozni. Switch a sticker. Ja. Jó, az előző podcastben a fogadásaink, azoknak az eredmény hirdessük ki akkor első körben. Ugye három témában fogadtunk az utóbbi podcastben. Az első az volt, hogy hány perc telik el a story mode elindítása után, mire elhallatszik a Star Wars Jedi Fallen Orderben a Jedi szó. Én ezt egy gameplay videó nyomán néztem vissza, mert ugye nekem nincs meg speciál játék, viszont keresője a gameplay videót, ahol nincsen tökörészés, hanem elindul a gameplay, és
tehát nincs az, hogy megáll és nézelődik az úriember, de még hogyha meg is állt volna az eredményen, akkor se befolyásolt volna, mert arról van szó, hogy én arra tippeltem, hogy a Jedi, és a Jedi szó az 48 másodperccel a sztori elindítás után fog elhangzani. Garas másfél percre tippelt, Attila pedig 12 percre. Pontos számot nem néztem meg, hogy mikor hangzik el, egész egyszerűen azért, mert több mint 12 perc tartott a videó, és mindig nem hallatszott el a Jedi szó, úgyhogy szerintem itt igazából nincs kérdés, hogy itt Attila kapja 3 pontot. Igen, ez meglepett. Igen. Én már azt hittük, hogy valahogy úgy indul majd, hogy The Jedi has fallen, vagy valami ilyesmi, de nem. Úgyhogy Attila kap 2 pontot, Garas kap 1 pontot, én pedig kurlogok szomorúan 0 ponttal. Viszont a második témakörünk, vagy második fogadási témánk az előző podcastben az volt, ami, hogy az OpenCritic 10 legfrissebb Jedi? Az OpenCritic 10 legfrissebb Terminator Resistance tesztjében hányszor fog szembe jönni az a szó, hogy Schwarzenegger. Most ezt én azt mondtam 4, Garas azt mondta, 12-szer fog előfordulni a Schwarzenegger szó, míg Attila, hát ő 55-öt tippelt. A végeredmény 1. Mindössze egyszer lett beleírva a 10 legfrissebb OpenCritic tesz az a Schwarzenegger, hogy azt jelenti, hogy én kapok 2 pontot, Garas kap 1 pontot, Attila pedig 0 pontot. Na igen, az utolsó fogadási témakörünk pedig, hogy botrányos tartja lesz a Google Stadia-nak, vagy sem. Ez egy egyszerű eldöntendő kérdés volt. Én azt mondtam, hogy nem, Garas és Attila pedig azt, hogy igen, és hát mint azt a végeredményből láthatjuk, ez egyértelműen nem lett bukás, tehát én kapom a pontot természetesen. Nem, sajnos egyébként Garas és Attila nyert, akik azt mondták, hogy bukás lesz, és ez egyértelmű bukta, ahogy mi az adás elején ezt beszéltük. Úgyhogy Garas és Attila kapnak egy pontot, én pedig 0-t. A végeredményt azt, és hát a mostani állást már is összeszámolom. Garas kapott ebben a körben 3 pontot, én 2-t, Attila pedig mind 3-at, ami azt jelenti, hogy Garas áll a harmadik helyen 10 ponttal, Attila a második helyen 13 ponttal, én pedig még mindig első vagyok 14 ponttal. Ezt tetszik ez az állás. Ja, de nézzük, hogy a következő fogadásunkban tud-e valaki fordítani esetleg. Most csak egy fogadási témánk lesz, egész egyszerűen azért, mert nem leszek olyan jelentős játék megjelenés az elkövetkezendő 2 hétben. És ez pedig a Darksiders Genesis lesz, ami kapcsán az a téma, hogy hány pontos lesz. Tehát milyen open kritik átlaggal fog nyitni majd a Darksiders Genesis a megjelenés után, amikor éppen vesszük fel a következő adást. Te mennyit mondasz? 67. Jó. Attilától elkértem előzetesen a tipjét, hogy attól függetlenül, hogy nem tudott itt lenni, azért a tipjét fel be tudjuk mondani. Ő 57-et mondott. Úgyhogy Attila szerint 57. Én azt gondolom 64. Úgyhogy meglátjuk. Nem hiszem, hogy ez annyira kitörő siker lenne. Attól függetlenül, hogy szeretném, hogy kitörő siker legyen. De nem erre mutatnak a előjelek. Jó, hát igazából ennyi volt a mostani játékkérdés podcast adásunk. Igazából ahhoz képest mennyire hálás témák voltunk, viszonylag gyorsan lerendeztük közel 2 órás műsoridővel. Sőt, jóval kevesebb. Legközelebb akkor játékíres berkeken belül 2 hét múlva találkozunk, de addig is lesz filmes podcastünk, lesz valami biztos lesz, mindig van nálunk valami, tudjátok jól, hogyha nézzetek szét a csatornánkon, kövessétek a menetrendünket, a blogunkat, Spotify, Google Podcast, mindenhol fenn vagyunk, ott is, ahol nem kéne, Twitter, Facebook, minden leírás van, minden info megtalálható. Én Dante voltam, itt voltam Garas, sziasztok! Szevasztok!